A Mária Pócsi Zarándok Központban tartotta meg a Civil Információs Centrum két modulból álló kommunikációs és vezetéselméleti képzését, amelynek legfőbb célja, hogy az átadott tudás segítségével sikeresebbek legyenek a megyebeli civil szervezetek. A nemzeti együttműködési alap és más pályázati források miatt is fontos az, hogy civileket képezzük. A civileknek olyan tudást adjunk, olyan vezetési, kommunikációs, PR tudást, amely által a szervezetük menedzsmentjét, a szervezetük bemutatását, a szervezet megmutatását a külvilág felé jobban, hatékonyabban tudják prezentálni. Azt gondolom, hogy ez minden pályázati időszakban, minden projekt időszakban fontos, hiszen nagyon fontos, hogy olyan fenntartható és jó projekteket tudjanak a civilek letenni az asztalra, amelyek segítik az ő munkájukat. A résztvevők szerint nagyon fontos, hogy a szervezetek vezetői folyamatosan figyelemmel kísérjék azokat a változásokat, amik a civileket is érintik. Én a magam részéről, amit itt hallok, amit másoknak a tapasztalatait átvehetjük, azt továbbadom, és én ezért tartom fontosnak, tehát a folyamatosságot tartom a legfontosabbnak, hogy mindig vegyük figyelembe, hogy a fejlődés során mit tudunk a mi városunkhoz tenni, a mi magatartásunkkal hogyan tudjuk segíteni. A Civil Információs Centrum az idei évben még számos ingyenes képzést tart, illetve a közeljövőben mind a 13 járásban kistérségi rendezvények, információs napok segítségével tájékoztatják a civil szervezeteket, többek között a pályázati lehetőségekről.